ugye megjelent egy írás az Ajkai Szón a stranddal kapcsolatban, ahol úgy láttam, hogy elég, nem is tudom, hogy fogalmazzak. Elég kritikus hangremet ütöttek meg velünk szemben a odalátogató vendégek. Köszönöm a kérdést. A 100 éves jubileummal kapcsolatban erre most így nem számítottam, de erre most komolyra fordítva a szót, ezzel foglalkoznunk kell. Beszéltem a Sándorral, ugye a üzemeltetési vezetővel a strandon. Jövő héten fogunk összejönni és megnézni, hogy mit tettünk azért, hogy ezeket a hibákat kijavítsuk a későbbiekben. Ez így nem tartható. Én magam is tapasztaltam személy szerint, hogy nagyon nehéz szó nélkül elmenni amellett, amikor hát mondjuk a lábosó medencébe azért nem lépnek bele a vendégek, mert az vállalhatatlan. Ezt mindenképpen orvosoljuk, tudjuk, hogy hogy kell orvosolni, erre megvan a megoldás. Igazából azért nehéz ez, mert kicsit, mert erről már beszéltünk, és ez nem került, hogy mondjam, csak elvégzésre, de azt gondolom, hogy ezzel a későbbiekben nem lesz probléma, a jövő évben már nem lesz probléma. Másik nagy problémánk az a vendéglátóipari egységeknek arra is kaptunk visszajelzéseket, azon is el kell gondolkodnunk, hogy ezen a strandon milyen egyéb változtatásokat kell közölnünk azért, hogy színvonalas kiszolgálást tudjunk nyújtani. Mindahogy azon is el kell gondolkodnunk, hogy egyre több volt a vagyon elleni bűncselekmény, talán így mondják ezt, a nagyon sok lopás történt az idén a strandon. Ezt mindenképpen kompenzálni fogjuk. Erről már tegnap beszéltünk, hogy térfigyelő kamerákat, még például arcfelismerő térfigyelő kamerákat fogunk bizonyos helyekre feltelepíteni, amennyiben erre lesz lehetőségünk egy adott szegmensben, hogy aki félti a vagyonát, az oda elhelyezkedik, akkor aki azt onnan eltulajdonítja, az gyakorlatilag egy felvétel által azonosítható lesz, mert ez mindenkinek nagyon-nagyon kellemetlen, hogy ilyenek előfordulhatnak. Amúgy egyébként azt szeretném elmondani, hogy a strand összességében nagyon jó minősítést kapott, tehát a vendégek döntő része szereti a strandot, részben nagyon jó az árfekvése a strandnak, a belépők nem drágák, 42 ezer belépünk volt június 15 és augusztus 31-e között. Ez 7 ezer fővel marad el a tavalyi belépéstől, de tavaly május 28-án nyitottunk, idén csak június 15-én, és az idén volt azért néhány, vagy kb. 3 hét extrém időjárás, ami nem kedvezett a strandolóknak. Én minden nap bekérem az adatokat, és nagyon sok olyan nap volt, amikor 30, 40, 70, 80 látogatója volt a strandnak. Viszont az idén volt először az, amikor 1500 fölötti belépéseket is regisztráltunk több napon keresztül. Most erre annyi a válasz, hogy ez is megoldásért kíván, mert nyilván ennek van egy belépés tűrő képesség egy ilyen strandnak, ezt is át kell gondolnunk, hogy hány ember tudunk beengedni, hogy a higiéniai körülmények minden esetben megfeleljenek. És ugye itt nem csak a belépés a probléma, hanem az emberek nem szeretnek sokat sétálni. Én azt láttam, hogy amikor ilyen sokan voltak, akkor már a zöld területek is megteltek gépjárművel. Hát most erre megint azt szeretném mondani, ugye Ajkaiként szeretném mondani, meg hát több városban jártunk, hogy van egy durván 300 autót elbíró kapacitás ott azon a környéken. Egyelőre ennyi van, ezzel kell beérnünk. Én biztatok mindenkit egyébként, sokan érkeznek vidékről busszal egyébként, nem is autóval, hanem busszal, és ott gyakorlatilag ott teszi le őket a strandtól 150 méterre a buszjárat, és onnan besétálnak. Ajkaiként is biztatok mindenkit, hogy aki teheti, az jöjjön gyalog, de ez tény, hogy egy 1500-1800 fős belépésnél már kevés ez a fajta parkoló kapacitás, de eddig még azért megoldható. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre áll, további sok sikert kívánunk, és
Jó egészséget, jó erőt ahhoz, hogy ezt a sok mindent tudja csinálni. Köszönöm szépen!